folytassuk a szünet után az ülésezésünket. Az F napi rendi pontunk következik. Előterjesztés Püspökladányváros önkormányzatának szervezeti és működési szabályzásról szóló 6/2013 önkormányzati rendelet módosításáról címet viseli. Ugye képviselői előterjesztésről van szó, olvashatják képviselőtársaim benne, illetve a mai napon is volt már erről szó. Tehát arról szól az előterjesztés, hogy a bizottsági ülések ne a testület hetében, hanem a megelőző héten, testületi ülést megelőző héten kerüljenek összehívásra. Parancsoljanak, kérdések következnek. Balázs Sándor képviselő úr. Polgármester asszony, azt szeretném megkérdezni, hogy itt az előterjesztőknek a névsora tetemes, de itt van két személy, aki aláírásával ezt nem írta alá, hogy nem értett vele egyet az illető, vagy pedig nem volt ideje. Nem volt ideje. Tehát nem volt ideje foglalkozni ezzel, vagy nem került elő. Elég be az anyag, tehát az előterjesztés során. Jó. Illetve akkor megkérdezném még ebbe a kérdésbe azt is, hogy mivel hogy ezt többször mi ellenzéki képviselők szorgalmaztunk, hogy nem lehet volna célszerű a mi véleményünket is kikérni, és akkor egy egységes, közös állásfoglalást már előtte meghozni, és most azt idehozni a testület elé, hogy további vitákat ne szüljön esetleg. Jó, köszönöm szépen, képviselő úr. Tehát azt gondolom, hogy többször beszéltünk már erről testületi ülésen, illetve bizottsági üléseken is, hogy legyen több idő arra, hogy a bizottságok meg tudják tárgyalni több körben is, ha kell akár, és akkor már olyan módosító javaslatokat tudnak tenni a képviselőtestületi ülésre, amely tényleg olyan, hogy van rá idő, alaposan meg tudják fontolni. Én azt gondolom, hogy ebben mindig konszenzus alakult ki a képviselők között. Az első kérdésével kapcsolatban a polgármester úrnak adom meg a szót, hogy akkor ő válaszolja meg. Köszönöm szépen, polgármester asszony, fizikailag nem került ez elém. Köszönöm szépen. Kincses László képviselő úr. Hát az újabb kérdéseket vett fel, hogy akkor a hivatalhoz hogy kerülhetett, hogyha a polgármester ez nem került, de én inkább a tartalmáról beszélek. Mi tavaly júniusi beadványunk 8 ponton való módosítást kezdeményezett, és itt meg olyan, mintha valaki csak a 8. pontot olvasta volna el. Egyébként a 8. pont az a leglényegesebb pont, ezt ne vitassuk. Ezzel azt hiszem, hogy konzenzus lesz, vagy lehet. Tegnap a pénzügyi bizottságon is tettem kísérletet rá, hogy lehet-e ezt valamilyen fajta módon még javaslatokkal módosítani. Úgy tűnt, hogy nem lehet, pedig azt gondolom, hogy változatlan fennáll a polgármesteri hivatal, illetve az önkormányzat SMS-ének összeférhetetlensége az adatkezeléssel kapcsolatban. Már nagyjából egy másfél éve a polgármesteri hivatal SMS-e szerint kezdeményezzük a adatkikéréseket, és kapjuk, amikor kapjuk. De azért szeretném jelezni, hogy most se sikerült ebben a hónapban 3 hét alatt információkhoz jutni, pedig időben kezdeményeztem. Tehát mindaddig, ameddig egyesével haladunk a paragrafusokkal, akkor az egész év során minden alkalommal beszélgethetünk SMS módosításról, nem tartom szerencsésnek. Csatlakozva Balázs képviselő úrhoz, igen, jobb lett volna előtte, akár a múlt heti összevont bizottsági ülés különfélét napirendjében egyeztetni, hogy mi kerüljön előterjesztésre. Én attól függetlenül remélem, hogyha március 15-én egy újabb ülésnek kell lennie, hogy azelőtt az ülés előtt, akkor az ezáltal ma döntésre hozott egy héttel korábban a bizottsági ülési keretekben, akkor át lehet konstruktívan beszélni a működési szabályzat változtatásának olyan elemeit, amelyek most nem kerülnek akkor az előterjesztésben megszavazásra. És nem is kívánik azzal többet szólni most, hogy az igazi kérdésekre majd akkor lehet visszatérni. Köszönöm szépen, képviselő úr. Jegyző úrnak adom meg a szót az SMS-szel kapcsolatban, ami elhangzott. Köszönöm szépen a szót. Adatigénylés a adott kezelő szervre kötelezett nyilvántartás és rendelkezésre álló információk alapján lehet közéleti adatokat kérni.
De amire nem vagyunk kötelesek adatot vezetni, vagy olyan bontásban, vagy heti vagy napi bontásban, azt nem kérheti senki. Tehát arra nem kötelezheti a hivatalt, hogy olyan adatigénylést szolgáljon, amire nem kötelezett. Egyébként én konzultáltam a kollégákkal is, és mondták, hogy a képviselő úr által kért adatokat azt rendelkezésre bocsátották, illetve már azt is elmondtam több képviselőtestületi ülésen, hogy ami nem áll rendelkezésünkre, esetlegesen intézményi körben kezelik azokat az adatokat, azokat megkeressük az intézményeket, kérjük tőlük, és kérjük azt is, hogy amennyiben nem áll módjukban, vagy nem tudják, vagy csúnya szóknak nem akarják szolgáltatni, azt megfelelő indokokkal támasszák alá. Tehát igyekszünk minden esetben eleget tenni ezeknek az adatkéréseknek, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, csak azon körben, amelyre a hivatal, mint adatkezelő nyilvántartásra kötelezett szervként ki van jelölve. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jegyző úr. Tehát kérdéseknél járunk. Nem látok ilyen kezdeményezést. Véleménye van-e valakinek? Nem látok ilyen kezdeményezést. Arra kérem akkor a képviselőtestületet, legyenek kedvesek most döntést hozni. Igen. 11 igennel, nem is tartózkodás nélkül elfogadtuk az előterjesztést. Jó, kérdések következnek. Duró Ferenc képviselő úr. Ott én a tájékoztatóközpont vezetőjéhez fordulnék, hogy kampányidőszak van, és van engedélye a Ladány televíziónak, vagy a Ladány híreknek arra, hogy a politikai pártok hasonló feltételekkel megjelennek majd a kampány során. Azt hiszem, hogy 4 évvel ezelőtt erre volt lehetőség. Azt kérdezem. Köszönöm. Jó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igazgató úr, parancsoljon. Köszönöm, utána elvi a választási törvény szerint, hogy egy kampányidőszak, hogy ez hogy történik. Engedélyre még nem tudok, hogy lenne, de akkor ennek utána járok. De még nem érkezett így. Jó. Köszönöm szépen. Kincses László képviselő úr. 2 kérdésem. Igen. Lenne. Az egyik egy tegnap elmaradt helyszínbejárás miatt keletkezik. A helyszínbejárást az én információm szerint egy héttel ezelőtt írásban kezdeményezték, a meghívottak megkapták a meghívót, láttamozták, vagy legalábbis eljutották hozzájuk. A gépjárműigénylés is felmerült a bejárás kapcsán, és azért hiúsult meg tegnap a bejárás, mert a gépjármű nem állt rendelkezésre. Ugyanakkor azt az információt juttatták el hozzám, hogy Rása alpolgármester úr a gépjárművel közlekedett, nyilvánvaló hivatali jogból. Azt szeretném megkérdezni, hogy alpolgármester úr mikor kezdeményezte a gépkocsi igénylést, mi a gépkocsi igénylésnek a rendje, egyáltalán milyen információk birtokában lehet bármit akkor a hivatal útján kezdeményezni, mert én úgy gondolom, hogy ez a jegyző kompetencia köre. A másik kérdésem arra vonatkozna, hogy február 2-án közzétette a Hajdú-Bihari Napló azt a nyilvánvalóan kampányhírt, hogy majd megint lesz valamikor négysávos a négyes út, hát ezt az információt talán kezeljük úgy, hogyha én hiteltelen voltam 12 éven keresztül, akkor akik mondják, azok is azok. Éppen ezért inkább olvasnék. A polgármester azt nyilatkozta, hogy Püspökladányban felkészültján várják az esetleges feladatokat, a lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek a projekt sikerességéért. Szeretném megtudni, milyen lehetőségeink vannak nekünk, mert én szerintem 3 évvel előtt ezt elrontottuk. Jó, köszönöm szépen. Akkor engedje meg képviselő úr, hogy a második kérdéssel hadd kezdjem, és akkor utána az első kérdéskört odaadom megválaszolásra jegyző úrnak.
tehát megkereséssel éltek a Hajdú-Bihari Naplótól az önkormányzat felé, tehát egy e-mailt kaptunk, különböző kérdéseket tettek fel, és többek között erre a kérdésre válaszoltuk meg, mert tehát, hogy milyen feladataink vannak. Most csak kiragadott képviselő úr egy részt a válaszból. Természetesen bármilyen olyan feladatot kérnek tőlünk önkormányzati szinten, amivel tudjuk segíteni ezt a beruházásnak a megvalósulását, abban az esetben állunk rendelkezésre, és mint ahogy tudja a képviselő úr is, évekkel ezelőtt kérték a segítségünket, és pont itt a hivatalban, a tanácskozó teremben voltak azok a megbeszélések, amikor a gazdákat is hívtuk ugye az utakkal kapcsolatban, tehát bármi ilyen jellegű megkeresés érkezik az önkormányzatunk felé, állunk elébe is segítünk ebben a munkában. Az első kérdéskörrel kapcsolatban pedig akkor a gépkocsival kapcsolatban jegyző úr fog válaszolni. Köszönöm szépen a szót. Kettő gépjárművel rendelkezik a hivatal. Ezek a gépjárművek egyrészt helyi futásokra kerülne felhasználásra, helyszíni szemlékre, illetve vidéki utakra. A hivatali gépjárműveknek a futását a jegyző engedélyezi, és ez úgy működik, hogy a gépjármű igénybevételét megelőző napig legkésőbb jelezni kell a fennálló igényt, hogy ki akarja használni, és mi a úti cél. Ezeket egy regisztrációs füzetben kezeljük, megjelölve azt, hogy hova megy a gépjármű, hány utassal, illetve ki viszi, ha nem hivatali gépjármű vezető vezetésével fut a gépjármű. Alpolgármester úr az önkormányzatot képviselte egy vidéki tárgyaláson. Ez a gépjármű igénybevétel már korábban, napokkal korábban megjelölésre került, és a másik gépjármű pedig tegnap szintén egy megyei önkormányzati tárgyaláson volt küldetve, ezért nem álltak rendelkezésre. A tegnapi helyszíni bejárással kapcsolatos megkeresés Budó Sándor országgyűlési képviselő úr részére érkezett. Képviselő úr kettő időpontot jelölt meg. A tegnapi napon 4:45 órakor, illetve a mai napon 14 órakor. Képviselő úrral én kedden egyeztettem, amikor is közölte, hogy a szerdai nap nem alkalmas, közben jött egy másik program, illetve a mai napot én jeleztem képviselő részére, hogy mivel képviselőtestület ülés van, és nem tudjuk, hogy mikor ér véget, ezért ez a 14 órás időpont sem jó. Ennek függvényében azt is leegyeztettem képviselő úrral, hogy ettől függetlenül, hogy ő nem ér rá, a kollégáim közül kijelöltük azokat a személyeket, akik ezen a tennapi helyszíni bejáráson készen álltak, hogy kimenjenek, jegyzőkönyvet vegyenek fel, fényképezzenek, de mivel csak egy gépjármű állt rendelkezésre, és többet nem tudtak a kollégáim saját használatú gépjárműből biztosítani, ezért ez a bejárás elmaradt. A mai napon abban állapodtam meg a tisztelt kérelmezővel, hogy jövő héten, kedden a fogadóórámon fog keresni, le fogunk egyeztetni egy másik időpontot, és akkor már a gépkocsikat úgy fogjuk ütemezni, előkészíteni, hogy ez a bizonyos helyszíni szemle a jövő héten mindenféleképpen megtörténjen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jegyző úr. Fenyves Vidor képviselő úr. Köszönöm az úr, polgármester asszony. Én a keddi napról szeretnék a polgármester asszonytól meg a jegyző úrtól választ válni. Kedden úgy körülbelül olyan 8 vagy 8-10 óra között itt a hivatal, a polgármesteri asszony előtt levő térségében Újtelepi közforgatatok nagyon fel voltak háborodva. Utána elbeszélgettem velük, azon voltak felborodva, hogy Macsvay Kovács András vissza akarják venni közmunkába. 66 éves az ember, ezt már el kellene küldeni nyugdíjba. Úgyhogy erre mit tudok polgármester asszony? Köszönöm szépen, képviselő úr. Valóban így van, ahogy mondja, tehát a keddi nap folyamán itt a hivatalban közfoglalkoztatottak tartózkodtak. Ez a konkrét megfogalmazás, amit mond képviselő úr, hogy egy ember hány éves és mikor megy nyugdíjba, valóban elhangzott ez is. Na most mindenki maga tudja, hogy éle a nyugdíjazásnak a
lehetőségével, vagy az előrehozott nyugdíjazás lehetőségével elérte már azt a korhatárt, tehát ebben sem az önkormányzatnak, sem a polgármesternek, sem a jegyzőnek ebben kompetenciánk nincs. Ha valaki közfoglalkoztatott, ugye akkor a járási hivatal az, amikor felkerülnek ugye álláskeresőként, hogy megvizsgálja. Tehát aki nyugdíjas, az nem kerülhet be közfoglalkoztatásba. Balázs Sándor képviselő úr. Köszönöm a szó, polgármester asszony. Én azt szeretném megkérdezni, hogy egy közfoglalkoztatott munkaidőben mit keresett az önkormányzatnál, vagy pedig ha a munkaidőben elengedte a munkahelyi vezetője, ennek írásos nyoma valahol található, vagy mondjuk a jelenléti íven, hogy ettől eddig nem a munkaterületen tartózkodott. Ezt szeretném megtudni, hogy van-e egy írásos nyoma. Ennek esetleg be is tekintenék ebbe a jelenléti íve, ha lehetséges. Köszönöm szépen a kérdését, képviselő úr. Én erről nem írtam, vagy nem írtunk jelenléti ívet, hogy kik voltak itt. Természetesen, aki közfoglalkoztatásban van, a vezetőnek kell arról gondoskodnia, amit elmondott képviselő úr, tehát hogy jelenléti ív, vagy ha elkéreckedik valahova, ügyintézésre, vagy bárhova, ennek a dokumentációja meglegyen. Hadd kérjem akkor a jegyző urat, hogy legyenek kedvesek már akkor ennek utána nézni. Köszönöm szépen. Jó, tehát kérdéseknél járunk. Nem látok ilyen kezdeményezést, közérdekű bejelentések következnek. Kis Zsigmond elnök úr, parancsoljon. Szóval polgármester asszony, Fidesz elnökeként szeretném bejelenteni, hogy Fidesz frakció vezető választás volt a múlt héten frakcióban, és Kovács Krisztina kapott bizalmat a további frakció vezetésére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Kincses László képviselő úr. Gratulálunk a frakcióvezető asszonynak. Kívánom, hogy aktív és határozott tevékenysége legyen, és eredményes. Az én közérdekű bejelentésem az lenne, hogy február 13-án, az is egy keddi nap volt, Debrecen másodfokú bíróságon jogerős ítélet született a pontosan 10 évvel ezelőtt kezdődött hűtlenkezeléses ügyben, Arnold Sándor és Tolnai Jánosné ügyében, amelyből Tolnai Jánosné ítéletét jogerőre emelte a bíróság. Ezáltal ez az ügynek lezárása lehet, megállapítva azt, hogy bűncselekmény sorozat történt, és ebben a bűncselekmény sorozatban az érintettek mindenképpen főszereplők. De voltak mellékszereplők is, és éppen ezért indítványozom, hogy miután 2015. szeptember 24-én testületi ülésen én beszámoltam róla az akkori bírósági szak első tárgyalásáról, föltettem a kérdést, hogy miért nem képviselteti magát a sértett önkormányzat, és akkor arra azt a választ kaptam, hogy mindenképpen fogunk lépni kártérítési igénnyel, majd amikor ugye lezárul az ügy. Szeretném tehát akkor megtudni, hogy miféle kártérítési igényt kezdeményezünk olyan pillanatban, illetve az ügyvéd úr, dr. György Péterről beszélünk, hogy adhatott olyan információt, tanácsot, és azt hogy lehetett elfogadni a városvezetőinek, amelyből az következett, hogy az érintett személyek, egy olyan ügyvéd tanácsára hallgattak, amelyik ügyvédnek ahhoz az ügyhöz semmi köze nem volt, viszont sikerült 3 évre elterelni a sértett önkormányzati képviseletet a bírósági tárgyalás folyamatáról. Az elsőfokú ítélet hozatal előtt 2 héttel még lett volna lehetőség a kártérítési igényt benyújtani. Én azóta konzultáltam néhány jogásszal, polgári perben nyílik lehetőség arra, hogy az elveszett 12 millió forintot visszakaphassuk. Talán fejbe is ki lehet számolni, képviselő, hogy abból mennyi utat lehetne építeni. Köszönöm szépen.
Tehát február 13-ával kapcsolatban tette föl képviselő úr a kérdését. No, milyen kártérítési igény, illetve ezzel kapcsolatosan jegyző úrnak adom meg a válaszadásra a lehetőséget. Magáról a ítéletről a naplóból értesültünk, tehát konkrét bírósági ítélet hivatalosan az önkormányzathoz nem érkezett, magáról a bírósági tárgyalásról sem érkezett értesítés, sem a helyszínről, sem az időpontról. A korábbi Újfaluban lefolytatott bírósági tárgyalásoknál, mint tanúk kaptunk több kollégámmal együtt idézést, ahol megjelentünk és a bíró megtartotta a kihallgatást. A bírósági szakaszt megelőzően a Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányságon történt a nyomozása az adott ügyben, ahol tanúkihallgatások során szintén elhangzott, amit képviselő úr mondott, hogy amennyiben jogerős ítélet születik, tehát jogerős, ami esetlegesen valakinek megállapítja a bűnösségét, akkor az önkormányzat kártérítési igényt. Most, mivel ez a másodfokú debreceni törvényszék által meghozott jogerős ítélet megszületik, ez alapján egyeztetéseket indítványoztam ügyvédúrral, amelyben a lehetőség a polgári peres igény érvényesítésére fennáll, akkor felkérjük egy ilyen keresetnek a benyújtására. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jegyző úr. Tehát közérdekű bejelentéseknél járunk. Nem látok ilyenfajta kezdeményezést. Köszönöm szépen képviselőtársaim a mai munkát, és mielőtt bezárnám az ülést, akkor hadd kérjem már a bizottsági elnököktől, hogy akkor a költségvetéssel kapcsolatban a jövő héten akkor jegyző úrral egyeztetve kezdjék már el a következő megbeszéléseket, tárgyalásokat, hogy döntést tudjunk hozni az elkövetkezendő időszakban testületileg is a költségvetésünkről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Csak jegyzőkönyvön kívül szeretném mondani, hogy mivel a képviselőtestület elfogadta az SMS módosítást, hogy arra kérem a bizottsági elnököket, hogy szíveskedjenek már leegyeztetni, egy nappal több idő van a bizottsági szakaszra, tehát most már a csütörtöki nap is számításba jöhetne, és hogyha az új időpontok megvannak, akkor az alapján készítenénk el az előterjesztéseket meg a meghívót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jegyző úr. Az ülés bezárom.